Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét, ahogy arról már hallhattak itt akár a mai napon, de korábban is újra lesz nyári színház, és a jövőre veled ugyanitt első-második részét láthatják, ami egy kuriózum itt Székesfehérváron, de nem csak Székesfehérváron, hanem az országban is, hiszen Magyarországon nem volt még olyan teátrum, aki egymás után ezt a két epizódot műsorára tűzte volna. Stúdiumban köszönhetem a darab rendezőjét, Hargitai Ivánt, valamint Váradi Eszter Sárát és Keller János Tövörös Marti Színház színművészét. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. Hát ugye július közepén, egészen pontosan 18-án lesz majd az első bemutató Szárazvíd Fekete-hegyi közösségi térben, a közösségi színházban. Most kezdődtek el a próbák, hogy álltok? Nem? Most kezdődtek nem el most? A próbák, már jóval korábban, több etapban, mert még a Sárnak, meg a Jannak még volt egy párhuzamos munka, amit elkezdtek próbálni, és azzal párhuzamosan már mi dolgoztunk. Még azt sem mondanám, hogy a dandárja van most, mert korábban is kellett már nekik ezzel foglalkozni. Hát zajlik egy elég komoly, izgalmas munka ezzel kapcsolatban, és hát most, ahogy közeledik a bemutató, úgy egyre sűrűbb ez a munkafolyamat. Hogy éljétek meg ezt a sűrű munkafolyamatot? Hát egész ideig, ahogy jöttünk a stúdióba, sminkemről beszéltünk, egyre többre van szükség ahhoz, hogy az ember egy kicsit összekalapálja magát. Hát ez egy nagy feladat azért, nem is tudom, 80 hány oldal? A másik rész, igen. 80 körül. Tehát ez, hogyha csak azt vesszük, hogy a szövegmennyiség, amit meg kell tanulnunk, és hát az még csak a leges legeleje az egésznek, úgyhogy hát nagyon, nagyon szép, nagy komoly feladat, aminek nagyon örülünk, és közben nagyon sok munka van vele. De azért természetesen nem csak a komolyságról szól a munka, természetesen az a legfontosabb, de azért nagyon sokat nevetünk is a próbaidőszak alatt. Nem tudom, hogy Iván ennek mennyire örül, de szerintem ahhoz, hogy igazán jó legyen az előadás, szükségeltetik az is, hogy néha egy kicsit elengedjük magunkat és viccelődjünk, mert bizony vannak olyan helyzetek, amikor az hozzásegít egy helyzet megoldásához. Úgyhogy amit az Eszter mondta, hogy valóban a szövegmennyiség nagyon sok, de nagyon-nagyon izgalmas a maga a darab is, és az a közös munka pedig aztán tényleg kiváló arra, hogy egy igazán jó előadás születhessen. Illetve ami számunkra nagyon fontos mindig, hogy szakmailag fejlődjünk. Ez kiváló alkalmas arra, ez a munka megint csak. Ugye a jövőre velednek az első és a második része, az, ha jól emlékszem, ilyen 50 évet foglal magába. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas történet, és ott is azért főszerepet kap a humor. Igen, tehát ez a fajta amerikai dialogtechnika, ezt nagyon-nagyon ügyesen, profin csinálják, ez rendkívül szórakoztató, és aztán ismerjük, hogy ezekből olyan előadások, és illetve drámák és filmek készülnek, amelyek amellett, hogy nagyon szórakoztatóak, mégiscsak már az elgondolkodtatáson túl már a művészet határait súrolják, tehát nagyon nehéz ezt a hogy mit nevezünk mi bonyolultabb művészetnek, és mit nevezünk szórakoztató színháznak. Nagyon izgalmas, nyilván ez színésztől, rendezőtől, felfogástól is függ, hogy mit lépünk át. Azért ez nagyon, nagyon tehetséggel van megírva. Hát ez 50 év, azért nem akarom szépíteni a dolgot, rendkívül nehéz. Hát ez és talán azt mondom, hogy színészileg nehezebb is, mint rendezőileg. Elképesztő terhet ró a színészekre, mert hogy még az első rész még hagyján, mert azért nem csak azért, mert hogy plasztikusabbak bizonyos helyzetek benne, és ezek a stációk, ezek jobban elválaszthatók, ezek a különböző folyamatok, ott is 25 évről van szó. De így a kettőt játszani, és főleg a második rész, hogy eljutunk egészen szinte 80 éves korokig, ez egyrészt gyönyörű szép, tehát ezt így halva megolvasva, ez nagyon szép ez a történet, de ezt eljátszani, ez egy igazi, hogy mondjam, nem tudom jobban mondani, ez egy mestermunkát követel, tehát egy igazi virtuózitást, a szakma virtuózitását követeli. Egy nagyon pontos dialógtechnikát pszichológizálva játszani, érzékenyen, nagyon jó humorérzékkel hozzá, közben egy olyan fajta ősi mesterségét tudna a színészetnek, hogy hogyan öregszik meg valaki. Tehát ez egészen rendkívüli, hogy két este alatt el kell játszani a színészeknek azt, hogy 25 éves koruktól eljutnak 80 éves korokig. Ez egy nagyon izgalmas és rendkívül megterhelő dolog, igazi virtuóz színjátszást fognak látni, remélem a nézők, hogy eljönnek majd oda. Igazi kihívás, nem? Nagyon nagy. Nagyon.
Nem túlzott az Iván, amikor azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok mindent kíván tőlünk ez a feladat. Én nagyon örülök annak, hogy azon túl, hogy természetesen ez egy romantikus vígjáték, de az Iván arra ösztönöz és sarkal minket, hogy azért a mélysége is legyen meg, hiszen akkor tud igazán jó lenni egy eladás szerintünk, hogyha libikók a vég az előadásról, hol a drámaiság, hol a humor váltja egymást, illetve... Bocsánat, csak muszáj közben várnom, mert a mélység alatt mi mást értünk, mint a néző, tehát ne ijedjenek meg, ez nem szomorúságot jelent. Nem szomorúságot jelent. A mélység az azt jelenti, hogy egy történetet komolyan vesz az ember, és nagyon érdekesen és nagyon sokrétűen próbálja elmesélni, mert néha azt gondolja a néző, hogy a mélység az azt jelenti, hogy nagyon szomorúak lesznek, és nagyon tragikusak lesznek a színészek. Nem, ez azt jelenti csak, hogy komolyan veszük a történetet. Tehát nem egy ilyen felületes meséléssel. Igen, nem felszínen marad, ezt a jó igen. Bohócok szokták mondani, hogy én komolyan viccelek. Tehát, hogy ez is ilyen. Tulajdonképpen, igen, nem, semmi baj. Mélységet akartam. Nem, igazad van, hogy nehogy a kedves nézők azt higgyék, hogy vérdrámáról beszélünk, mert egyáltalán nem. Én csak azt akartam elmondani, hogy nagyon-nagyon jó az, hogy nem csak felszínen mozgunk, és arra törekszünk, hogy különböző vicctől viccig eljussunk, hanem a vicc és vicc között azért bizony a szellemünket és a lelkünket is meg kell mozgatni, amitől igazán nagy kihívás ez a feladat. Hát én közben azon gondolkoztam, hogy tehát igazából ebben az izgalmas, hogy nagyon ritkán, sőt, hát tulajdonképpen ilyen nincs is nagyon ilyen előadás, amikor azt mondják, hogy lejátszol egy anyagot, egy előadást, egy drámát, és utána annak a folytatását. Tehát, hogy azért a legtöbb történetnek ez csak pont van a végén, és akkor az annyi, és itt meg mint egy ilyen folytatásos regényben tovább kell élni ugyanazokat a karaktereket, tehát megtudhatjuk, hogy aztán ahol abba hagytuk, utána hogy kulminálnak még az események, tehát hogy ez szerintem nézőként, és ugye hát nekünk is az érdekes ebben, hogy ez egy nagyon izgalmas lehetőség, hogy meglássuk azt, hogy egy történet, amit valahogy megéltek, akár nézőként, akár szereplőként az emberek, hogy az hogy tud folytatódni. Ezt egyébként segíti, amit említettél is, Iván, ez a stációk, tehát hogyha jól emlékszem, ilyen 5 éves periódusokra van talán bontva. Szabálytalanabb, de elvileg igen. Van, amikor 1 év telik el, van, amikor 5 év telik el, de nagyjából igen, ez tartva van. Én azt akartam mondani még a nézőknek, hogy sarkolom őket arra, még van jegy, nem sok, de van még jegy, hogy esetleg akiben van akkor a bátorság, hogy esetleg 2 estét eltölt színházba nyáron, hogy szerintem érdemes, ez egy nagyon-nagyon-nagyon ritka alkalom. Ez tényleg egy ember életében, egy néző életében talán egyszer, ha előfordul, egy ilyen nagyívű történetnek az első és második részét is láthatja. Természetesen ez a 2 anyag önállóan is megél, abszolút önálló mű, de inkább azt hiszem, hogy ahhoz tudnám hasonlítani, amikor mondjuk egy zongora művész 25 évesen eljátszik egy szonátát, és utána hallhatod őt 60 évesen. Óriási különbség. Ugyanazt játssz el, és mégis óriási különbség, tehát külön-külön is lehet élvezni, de az, hogy összehasonlítod, hogy mondjuk egy Toscanini vezényel 30 évesen, és vezényel 80 évesen, vagy a Glenn Gould, vagy hogy egy zenekart, ismerjük a Rolling Stones-t, hogy milyen volt 25 évesen, és hogyan játszanak 60 évesen, az egy fantasztikus élmény. Tehát, hogy talán ehhez tudom hasonlítani, nem nyilván sátít minden ilyen fajta hasonlat, de hogy egy rendkívüli élmény. Tehát, hogy szerintem ez érdemes ebbe investálni, nagyon jól fognak ezzel járni szerintem a nézők. Ugye történetről már hallhattak itt korábban nálunk, de egy kicsit idézzük föl, hogy egy férfi és egy nő kapcsolatáról, az ő páratlan találkozásukról szól, de ők átlag emberek, és mégis egy nem átlag helyzetbe kerülnek. Igen, ettől érdekes a történet, tehát szerintem ettől érdekes nézni, hogy itt nem valami különleges hátterű két, egy bombanő és egy nem tudom milyen különleges sztár a pasi, hanem tényleg 2 teljesen átlag ember. Van, egy háziasszony. Persze. Belementem ebbe az utcába. Szóval, tehát az a lényeg, hogy mind a kettőnek, és ráadásul az életük sem valami drámai eseményekkel tarkított dolog, hanem 2 teljesen átlagos hétköznapi ember, akik valami úton módon összetalálkoznak egy helyen, és összesodorja őket az élet. És mind a kettő azt gondolja, hogy ebből egy éjszakás kaland lesz csak, de aztán megállapodnak, hogy mi lenne, hogyha minden évben egyszer ugyanezen a hétvégén itt találkoznának, ugyanezen a helyen. És hát akkor ezt követjük végig, akkor így a 2 darabon keresztül, 50 éven keresztül.
Úgyhogy igazából az ő mindkettőjük történetében, életében ez az igazi kaland, és közben pedig minden olyasmi történik velük, ami bárkivel megtörténhet. Tehát ahogy család lesz, ahogy bővül, ahogy gyerekek lesznek, aztán unokák lesznek. Tehát szerintem ezért lehet nagyon jól együtt menni a történettel, mert biztos, hogy nagyon sok mindenkit megérint valamilyen módon, akinek bármilyen bonyolultság adódott az életében, esetleg a családjában. Bár tudom, hogy ritka az ilyen, de hát ha mégis előfordul. Mit is tehetnék még ehhez hozzá? Ezen gondolkoztam, hogy természetesen az a nézőre van bízva, hogy mit gondol arról, hogy ez a szeretői viszony, hogy vajon az életében csinálna ilyet, vagy sem. Ugye csak arról van szó, hogy csak egy évben egyszer találkoznak. Nagyon érdekes még a darabban az is, hogy azon túl, hogy ketten játsszuk az Eszterrel, tulajdonképpen ez több szereplős előadás, és rajtunk kívül, tehát a mi két karakterünkön kívül megismerik az én feleségemet, az ő férjét, az ő gyerekeit, és annyira jól van megírva, hogy tényleg olyan, mintha ők is abszolút részesei lennének az előadásnak, és aztán így haladunk tovább már ugye az unokákig. Rengeteg olyan problémát feszeget a mindkét előadás, ami szerintem biztos, hogy minden ember legalább valamilyen kis részével együtt fog tudni haladni. Én kiemelném azt, amit az Iván mondott, hogy ha valaki mondjuk csak a kettesre ül be, akkor is érteni fogja, de nyilván akkor izgalmas ez, hogyha mind a kettőt megnézi. Én bízom abban, hogyha valaki először a kettesén, akkor utána nyilván meg akarja nézni majd az egyest, illetve aki az egyesre jött, az nyilván meg akarja nézni a kettest. Tehát én nagyon bízom abban, hogy hosszú-hosszú évekig fogjuk játszani mindkét előadást. Hát az egyes már sikerrel megy. Hát igen. Hát néhány hónap alatt lejátszottunk belőle 40 előadást, úgyhogy azt hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy igen. Igen, mert azért az is fontos, hogy abban is nagy szerencsénk van, és nagy lehetőség, hogy két színházban is játszhatjuk, hiszen a Veszprémi Színház a koprodukció ez az előadás, és azért is élhetett meg már ilyen nagy szériát. Nagy öröm az is, a következő évadban mindkét színház műsoron tartja. Ugye most hozzájön ez a kettes is, úgyhogy én bízom benne, hogy hosszú évekig fogjuk ezt még együtt játszani. Az elején még szót ejtettünk arról, hogy ugye amerikai szerzők nagy művei, ezek mostrában nem forogtak annyira porondon. Mi lehet ennek az oka? Hiszen egy valamilyen módon mégiscsak jól összerakott és jó szituációkon, humoron, önállóan megálló darabok ezek. Hát részben igaz, mert azért most értek be hozzánk ezek az amerikai darabok, ezek a nagy drámák, mint amilyen a Vágyvillamosa, vagy a Pillantás a hídról, azért ezek olyan, vagy a Ügynök halál, ezek olyan történetek, amiket 30 év, amikor főleg a rendszerváltás előtt, amikor játszottak, akkor is értették a nézők, hogy miről szól. De igazából most tudjuk átélni, mi az, hogy piac, mi az, hogy piacgazdaság, mi az, hogy munkanélküliség, mi az, hogy a család és a munka és a pénz és a munkanélküliség viszonya és szegénység és gazdagság közötti különbség. Ez egy csomó minden bezúgott, és egyszer csak mi az a felpörgött piacgazdaság, ami egyszer csak egy ilyen loholásra kényszerít minket. Tehát mindez, ami Amerikában a 30-as évektől elindult és iszonyatos ütemmel ment, ez most érkezett be hozzánk, és így egy csomó minden sokkal érthetőbbé válik. Ebben a darabban is nagyon sok ilyen van, amit hogyha 20 évvel ezelőtt játszottuk volna, akkor hát így mosolyog a néző, de nem ért, hogy mi itt a probléma. Most nagyon, nagyon szellemesen és nagyon húsba vágóan egyszerre tud beszélni erről, hogy hogyan kell élnie mondjuk egy 21. századi nőnek, akinek gyereke van, hogy mennyi dilemmát rejt ez magába. És hát játszotta a színház, ami hasonlóan ennek a folyamánya az Augustus Oklahomában, ami egy hasonló típusú anyag, csak egy frissebb mű, tehát hogy ezek élnek. Igazából a sikerének az egyik titka lehet az, hogy nyilván az, hogy ők szeretői viszonyban vannak és találkoznak, ez mondjuk egy vagy két jelentet bír ki, többet nem bírnak ki. Igazán attól izgalmas, hogy egyszer csak valahogy tehetséggel viszi tovább az író, és kiderül, hogy ennyi idő után egy nagyon furcsa képzeletbeli, ez egy szinte nem is átélhető
viszony, hogy évente egyszer találkoznak, és mi 5 éves periódusban látjuk, de hogy évente egyszer találkoznak, egyszer csak szeretők is, meg közben barátok is lesznek, és egy olyan fajta bizalmas kapcsolat, mint mi hasonlítottuk az érettségi találkozóhoz, hogy 5 évente találkozol bizonyos nagyon közeli emberekkel, vagy egy-két régi baráttal, utána megint eltűnnek 5 évre, és egy olyan személyes dolgokat tudsz neki elmondani, amiket talán a legközelebbi hozzátartozónak sem akarsz, vagy tudsz, vagy mersz elmondani, mert nem akarod őt megbántani, vagy nem mered őt beavatni abba a fajta, nem is titok ezek, hanem érzelmi állapotodba, viszont ők egy ilyen egészen furcsa felelőtlenségben vannak, nem csak ilyen szexuális téren, hanem érzelmileg is gátlástalanabbul lehet megosztani saját problémáikat, mint hogyha ezt a családba elmondanák. Tehát egy egészen különleges viszony. Néha olyan, mintha szeretők lennének, néha olyan, mintha csak öreg barátok lennének, néha olyan, mintha testvérek lennének. Tehát egy egészen különleges viszonyt látunk egy nő-férfi párkapcsolatnak. Valahogy az író, van ilyen néha, tehetséggel beletalál valami olyan témába, ami önmagán messze túl nő, és sokkal-sokkal gazdagabban kezd el szólni. Tehát ez a furcsa lombik helyzet, ami szinte hihetetlen, hogy fönntartanak 50 éven át egy ilyen szeretői viszont évente egyszer, ami a hihetőségnek éppen csak, hogy a határán belül van. Mégiscsak egy olyan klassz teória, amin keresztül nagyon-nagyon sok mindenről lehet beszélni, nő, férfi, család, gyerek, unoka viszonylatokról. Igen, nagyon sokszínű viszonyt ábrázol. Igen. Ez a maga a helyzet alkalmas rá, hogy ezt megosszák egymással is, és így a nézővel is. Hogy nézőként is, vagy hát én legalábbis azzal tudok jól együtt menni, amikor valami olyan személyeset találok benne, és hát ez nagyon nagy lehetőséget ad rá, mert ez önmagáról, tehát a csűrjük, csavarjuk, az életről szól. Tehát bármilyen aspektusból nézzük, a férfinak vagy a nőnek a szemszögéből, vagy a házastársak szemszögéből, tehát annyi mindenbe be lehet kapaszkodni, annyi olyan dolog van, ami biztos, hogy betalál nézőként is az embernél, és hát az ember saját magát szeret legjobban nevetni, vagy az a legfelszabadítóbb érzés, amikor másokat is látok valami olyan konfliktusban, vagy valami olyan nehéz helyzetben, ami velem is megtörtént. Úgyhogy erre ez bőven ad okot. Nos, hát én azt gondolom, hogy biztosan izgalmas barangoláson vehetnek részt mindazok, akik elmennek majd a nyári színház előadásaira. Mi ott leszünk, és majd beszámolunk a próbákról is, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Paletta nézőinek meg még figyelmükbe ajánlok 2 témát, hiszen a mai magazinunkban ellátogathatunk Velencére is, ahol immár 3. alkalommal várják az érdeklődőket a Velencei Gitáros Napokra. Ez egy mesterkurzus, de vannak hangulatos koncertek a Korzón, és még hangversenyt is szerveznek esténként. Nézzük meg, hogy hol tartanak most. Készülnek a fiatalok, mesterkurzuson sajátítják el a klasszikus gitár műfajának alapjait, gyarapítják tudásukat. 3. alkalommal szervezte meg Bernát Ferenc Artisius díjas gitárművész, gitártanár a nemzetközi találkozót. A Velencei Gitáros Napok során a mesterkurzus résztvevői hangulatkoncerteken mutatkoznak be a nagy közönségnek. A gitár szerelmesei, azon belül is a klasszikus gitár szerelmesei jöttek itt most össze. Fiatal diákok, kiforrott művészek, de még fiatalok, professzorok, akik tanítják ezeket a fiatalokat, és így gyakorlatilag leköltöztünk itt egy hétre, és ahogy látni lehet, tényleg mindenhol gitárosokban lehet botlani. A nyilvános programok mellett, ugye, ami minden nap hangulatkoncertet jelent a Korzón, esti 2 nagy hangversenyünk is lesz, ahol a professzorok játszanak, illetve a fiatalok gála hangversenye is. Ez a Velence Korzó 10 termében. Mi pedig itt napközben gyakorlunk, zenekart alapítunk, és a klasszikus gitár zenének minden szerte ágazó folyamatát lehet hallani, mint ahogy ezt most is, hogy a klasszikus zene már átvett egy rock, egy jazz, egy country, egy blues stílust is. A fiatalok több országból érkeztek, hiszen nemzetközi a találkozó, ezt is elmondhatjuk, ugye? Igen, Magyarországon kívül ugye Ukrajna, Fehér Oroszország és Szerbia, amiről jelen esetben beszélhetünk, és azt kell mondjam, hogy mindenhonnan nagyon tehetségesek, és minél tovább, mert ugye ez már a 3. alkalom, annál tehetségesebbek a gyerekek. Ebből ugye azt lehet leszűrni, hogy maga a hangszer egy olyan evolúció megy keresztül, és egy olyan fejlődés, hogy egyre nehezebb, technikásabb és más-más stilisztikájú darabok íródnak a hangszerre, és hát így meg lehet csodálni. Hát csodálhatjuk is, meg csodálattal hallhatjuk is a fiatalokat, ez azt jelenti, hogy népszerű is a gitár, mint zene az ő körükben, meg azt is talán, hogy van utánpótlás.
Utánpótlás mindenképp van, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha visszanézünk pár évtizedet, akkor még nem feltétlenül a zeneoktatásban, nem feltétlenül a klasszikus gitár volt a legpopulárisabb. Az elmúlt 10 évben folyamatosan egyre populárisabb maga a klasszikus gitár oktatás, zeneiskolától kezdve már, és szinte túljelentkezések vannak, ami régebben például a zongora tanszakra volt jellemző, az most a gitár tanszakokra duplán jellemző, és nem csak azért, mert sokan szeretnek gitározni, hanem sokan nagyon tehetségesek és nagyon jól gitároznak. Tehát az utánpótlás adott mindenképp, igen. De a Húrok mágusaként is emlegetett Bernát Ferenc is bemutatkozik egy korzó koncerten szerdán 16 órától. A velencei gitáros napokat gitárgála zárja majd csütörtökön 19 óra 30 perckor. Idén is megrendezték Székesfehérváron a Fehérvár szalont, a beérkezett pályamunkákat egy kiállításon ismerhetik meg most a látogatók. Júniusban hirdette meg a Szent István Király Múzeum a Fehérvár Szalon 2018 című kiállítás pályázatát. A képző ipar és fotóművészek a barokk kort és jellemzőket megidézve jelentkezhettek műveikkel. Teljesen nyilvános, tehát bárki beadhat művet, iskolai végzettségtől, szakmától és mindentől függetlenül. Egy elvárás van, ez nem országos kiállítás, hanem helyi, tehát a Fehérvárhoz való kötődés, vagy lakhely, vagy munkahely, vagy korábbi lakhely, munkahely, vagy a művésztársaság tagjaként a Fehérvári Művészek Társasága tagja legyen az illető. Másfél négyzetmétert szántunk egy alkotónak, maximum két munkával jelentkezhetett egy művész. Műfajilag eleve képző, ipar és fotóművészeti a tárlat. Ez most már több ideje. Még azon gondolkozunk, hogy teljes vizuális palettában még média művészeti munkákra is kiterjesztenénk. Ez azonban több eszközt kell majd vásárolni, amiken ezeket bemutathatjuk. Tehát valóban születtek teljesen natúr fotók, születtek Photoshoppal turbózott fotók, és vannak a kiállításban festmények és iparművészeti alkotások. Az egyik nagyon jó iparművészeti alkotást már láthatta a kedves közönség, csak nem ilyen közelről, hiszen Ecsedi Mária művészzászló pályázatra készült műve, amit most csak a lépcsőházba tudtunk elhelyezni a nagysága miatt, az már látható volt májusban a főutcán. Ott is a barokk volt a hívószó. A tárlat Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával valósulhatott meg. A város 2018-at a barokk évévé nyilvánította. Ennek keretében nagyon köszönöm a fehérvári művészeknek, hogy ennek a egyébként hagyományosan megrendezésre kerülő kiállításnak most a tematikája is a barokkról szólt. Azt gondolom, hogy a város nyilván gyönyörű barokk belvárossal büszkélkedhet, rengeteg gyönyörű műkincsel dicsekedhet, és nagyon izgalmas, hogy erről a korszakról mit gondolnak a ma művészei, ezt hogyan mutatják be itt az Országzászlótéri Múzeumi épületbe, ugye most nyitjuk ezt a kortárs kiállítást. A tárlatra 34 alkotó, 44 művét válogatta be a szakmai zsűri, 5 művészt díjaztak az ítészek, Mosberger Robert fotográfus, Pénke Miklós festőművész, Szegedi Csaba festőművész, Szentes Ottokár festőművész és Varga Gábor Farkas tervezőgrafikus képzőművész vehette át a város elismerését. Egy klasszikus memóriakártya, 2x8 lapos, és ugyanaz a koncepció, mint ezeknél a kártyáknál, hogy az azonos párokat kell megtalálni, viszont a grafikák, amiket ábrázolnak, ott viszont a barokk kornak egy tipikus zsáner képéből indultunk ki, csendélet típus, az a vanitas képek, ahol ugye az élet elmúlására figyelmeztető módon koponyákat festettek meg különböző egyéb tárgyakkal, amik mind-mind utaltak valamilyen módon az életnek a mulandóságára, és tulajdonképpen ezt ültettem át egy ilyen kortárs megfogalmazásba, egy ilyen játékos formába, tehát a memóriakártya, az emlékeztetés, tehát innen jött ez a játék tulajdonképpen. A tárlat szeptember 23-áig tekinthető meg szerdától vasárnapig a Szent István Király Múzeum országzászlótéri épületében. Kedves nézőink, Paletta Kulturális Magazinnal legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!